Kemence, kucsma, kas, Isten kemencéje. Az elmúlt 20 évben határozott neve is lett ennek az eredeti, megkapó, nem is tudom pontosan milyennek nevezzem, épületnek. Sényén vagyunk, hogy egy magánkápolnát nézzünk meg, és mutassunk meg önöknek. Egy zalai szőlődom, pontosabban már részben csak volt szőlődom tetején vagyunk, a neve amúgy Szilváshegy, ahová évtizedekkel ezelőtt költözött fel Szilágyi István és felesége Zsuzsa. Keletre erdők, a völgyben lent Sénye a falu, amivel már közvetlen sétaút is összeköti. Nyugatra pedig a horizontig, benne a szürke és a barna 50 árnyalatában hullámzanak a zalai dombok. Vidéki csend van, közlekedés és beszédhangok nélküli, viszont állandó szélfütyüléssel. Egy apró zalai zsákfalu szőlőhegyén állunk valahol Zalaszengrót és Kehidakustány között. Ide tervezte 20 éve vadász György építész ezt a kas, kucsma vagy kemence formájú mészfehér kápolnát Szilágyék számára. Mellesleg az utóbbi 15 év egyik legmegkapóbb épülete, igazi építészeti szerelemgyerek. A kápolna magánkápolna, pontosabban egy magánterületen álló ökumenikus kápolna, ami jó kezekbe került. Egy különleges épület, ami mindenkinek nyitva áll, a híre pedig egyre gyakrabban hoz ide esküvőket is. A táj, ami körülveszi innen felülről, nem mezőgazdaság és talajművelés, csak egy táj gyönyörűen, egyszerűen, beszédhangok és aktualitások nélkül, a mézümmögést csak ide képzelhetjük a körtefák alá. Néhány kilométer az egyik irányban Kallósdon az Árpád-kori kerektemplom áll, szemben az egyik hegytetőn az alaszántói buddhista stupa, egy másikon pedig a Rezivár romja. A kemencekápolna természetesen keletre van tájolva, de most éppen délután van, és a fény inkább már a nyugaton levő ajtón jön be, illetve felül, ahol egy üveg, pontosabban plexi fedi, és belülről pedig jól látható a belső téglából kirakott meszelt burkolat. Kemence, korona, kucsma, kas. De mielőtt még valamilyen népies, himnikus fogalmazás irányába fordulnék, a legszebb benne az, hogy a formáját valójában egy tyúkor ihlette. Kunkovás László híres Ősépítmények című fotóalbumában talált rá Vadász György, 50 éve még egy bácskai tanya udvarán állt, a tyúkoknak impozánsan két szintjével, ez a kasformájú meszelt hól. Ez a kápolna nem modern, nem organikus, nem poszt és nem is népies. A fehér külső homlokzata olyan, mintha tapasztva lenne, pedig kőből van kirakva, egyébként a héjazata pedig beton. Mégis olyan kollektív ősforma, amit egyszerűen jó érzés megnézni, megtekinteni és megközelíteni. Támogass minket a Patreonon. Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.